nézőinket, önök a Tolnadáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Takarékossági intézkedésekről döntöttek Tamásiban, nagy változások lesznek a településen. Ülésezett a Völcségi Kistérségi Társulás, új alelnököt választott a testület. Civilek adtak vért, hetedik alkalommal szervezték meg a jótékonysági akciót. Szekszárdi Művészetek Fesztiválja, koncertek és kulturális programok várják az érdeklődőket. Takarékossági intézkedéseket vezetnek be Tamásiban, többek között erről döntöttek a város legutóbbi testületi ülésén. Az energia és gáz áremelkedés szülte terhek csökkentése miatt másik épületbe költözik a művelődési központ, de a városi könyvtár és a látogatóközpont nyitvatartását is módosítják. Az intézkedések az adventi időszakra is kihatnak majd. Takarékossági intézkedéseket léptetett életbe Tamási város önkormányzata. Az energia és a gáz piaci ára akkora terhet ró a költségvetésre, hogy szükségessé váltak ezek a döntések, hogy elláthatóak legyenek az intézmények kötelező feladatai, és a munkahelyeket is megóvják ezáltal. A polgármester hivatalban pedig a fűtési szezonig, illetve addig, ameddig az időjárás kedvezőbb lesz, addig hosszabb lesz a munkaidő a pénteki napokon, és a leghidegebb téli hetekben pedig a pénteki napokon nem lesz nyitva majd a polgármesteri hivatal. Ezzel jelentős megtakarítást tudunk elérni a következő időszakban. Tamásiban a középületek nagy részében a fűtést geotermiával oldották meg. A legtöbb intézmény energetikai felújítása is megtörtént, de az elmúlt évtized előrelátó projektjei ellenére is szükség van a megszorításokra. November 1-től a művelődési központot elköltöztetjük a Zöldpont és Civil Ház épületbe. Ez egy kisebb, felújított energiatakarékos épület, aminek az üzemeltetése töredékét jelenti a mostani nagyobb épületnek. Ezután csak a legfontosabb városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokra költ az önkormányzat, így a következő hónap rendezvényei, mint például az adventi hétvégék is lemondásra kerültek. A takarékossági intézkedésekkel Tamási város önkormányzata több mint 110 millió forintot spórol majd meg. Élő műsorfolyammal jelentkezik televíziónk a szombati Bátaszéki Szüret nevű programsorozat ideje alatt. Munkatársaink a helyszínen kialakított stúdióban ülve beszélgetnek majd meghívott vendégeinkkel, míg stábunk a forgatagról tudósít rendszeresen. A műsor délután 3:30 kezdődik, és várhatóan nagyjából másfél órán keresztül jelentkezünk a helyszínről, ha az időjárás engedi és nem esik az eső. Tűzifa és barnaszén támogatási programot hirdet a kormány az energiaválság miatt, jelentette be Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, mindkettő kezdeményezés elsősorban a gázkiváltást segíti. A tervek szerint nem csak a tűzépeken lehet majd alapanyagot beszerezni kedvezményes áron, hanem például közvetlenül az erdészetektől is. Szeptember 14-ig az Agrártárca közli, hogy mely erdőgazdaságok vesznek részt a programban, és hogy milyen hatósági árat szabnak meg a fa termékekre. Ezek különbözőek lesznek attól függően, hogy milyen fát vásárol valaki, és kijelöljük az átvételi helyeket, és ott mindenkinek az erdőgazdaságok állítás szerint 10 köbméter fára, ami egy háztartás téli fűtéséhez elegendő, mindenkinek tudnak legalább 10 köbméter fát a fűtési szezon kezdetéig biztosítani. Többnyire azonnal, de ha azonnal nem megy, akkor is a fűtési szezon kezdetéig mindenkinek legalább 10 köbméter fát az állami erdőgazdaságok biztosítani tudnak. A termőföldek első hektárjainak emelt szintű támogatásával a kis és közepes gazdálkodók felé csoportosítanak át 189 millió eurónyi forrást 2023-tól, jelentette be az agrárminiszter csütörtökön. Nagy István elmondta, az alaptámogatás hektáronkénti 147 eurós összege mellé 1-től 10 hektárig átlagosan ugyanekkora területenként 80 euró, míg 10 és 150 hektár között 40 euró többlet támogatást biztosítanak az érintett gazdálkodóknak. Az agrárminiszter úgy fogalmazott, Magyarország kis és közepes gazdálkodás iránti elkötelezettségét mutatja, hogy a kötelező 10% helyett az új támogatási forma keretösszege a teljes évi közvetlen támogatási keret 14%-a lesz. Ez 189 millió eurót jelent évente.
Kelemen Ferencet Izmény polgármesterét választotta alelnökének a Völcségi Önkormányzatok Társulása pénteken. A testület egyetlen közös intézményének vezetőjét is kinevezték. A következő 5 évben is Sebestyén Orsolya igazgatja a Bonyhádi Gondozási Központot. Egyhangú szavazással választotta meg alelnökéül Izmény polgármesterét a Völcségi Önkormányzati Társulás, aki azt mondta, az elmúlt években olyan feladatokat sikerült közösen megoldani, melyre a települések egyedül nem lettek volna képesek. Például mondom a szociális gondoskodást, mert ott is ugye feladat van minden településnél, és ezt így közösen egy kistérségi szinten sokkal könnyebben meg tudjuk oldani, hogy minden egyes kis településnek kellene ehhez egy ember biztosítani. Így közösen megvan, és minden településnek beosztva az időt, hogy mikor ér oda a településére, és meg tudjuk oldani ezeket a problémákat. Filóni Ferenc Ibolya testület elnöke azt mondta, az idei esztendőben 380 millió forintból gazdálkodhattak, melyből 320 milliót az egyetlen intézményük, a Bonyhádi Gondozási Központ fenntartására fordíthattak. Fél év után a költségvetés megfelelő szinten áll, mondta a testület vezetője. A költségvetési rendelet elfogadását követően döntött a társulás arról, hogy 2022-ben újra segíti a támogatással a településeket. Ez a pályázat már le is zajlott, 2,3 millió forintot tudtunk biztosítani a völcségi települések számára. A legtöbb program már meg is valósult a nyár folyamán, hiszen túl vagyunk nagyon sok falunapon. Ezekhez tudtunk segítséget nyújtani ekkora összegben. A társulás polgármesterei meghallgatták és elfogadták a Bonyhádi Gondozási Központ beszámolóját. Döntésük értelmében a következő 5 esztendőben is Sebestyén Orsolya irányítja majd az egyre növekvő feladatokat ellátó gondozási központ szakmai munkáját. 8 polgármester jelölt közül választhatnak a Faddiak új vezetőt szeptember 11-én vasárnap. Szavazni a település 4 választókörében lehet reggel 6 és este 7 óra között. A voks leadásához lakcímkártya és érvényes személyigazolvány, útlevél vagy jogosítvány szükséges. Az időközi választásra azért kerül sor, mert Fülöp János, aki 17 évig volt a település első embere, egészségi állapota miatt lemondott a tisztségéről. Azonban biztosította az indulókat arról, hogy a zökkenőmentes váltás érdekében bárkit is választanak a lakók, segíti majd a munkáját. Civil szervezetek képviselői adtak vért Szekszárdon pénteken. A kezdeményezés élére a Dunamenti Polgári Egyesület állt. A jótékonysági akciónak már közel 10 éves hagyománya van. Gyors vizsgálat, valamint egy egészségügyi állapot felmérés, és már mehet is az ember vért adni. A mindössze néhány perces előkészítést igénylő folyamattal akár 3 életet is megmenthet egy-egy önkéntes. Móra Viktória már több mint 30-szor segített így másoknak. És nem tudjuk, hogy mikor kerülünk mi is olyan helyzetbe, hogy szükségünk lenne vérre, családtagjainknak vagy saját magunknak, és egy teljesen természetes dolog. Tehát amikor tudok, akkor én jövök, nem kérdés. Szekszárdon 7. alkalommal szerveztek civil véradást. A kezdeményezés élére a Dunamenti Polgári Egyesület állt. A közösség elnöke azt mondja, az egyik legfőbb céljuk, hogy a példájukat látva minél többen kapjanak kedvet ahhoz, hogy így segítsenek másoknak. Mi emberek egymáson tudunk ezzel segíteni, tehát az önzetlenség és az önfeláldozás a tekintetben szükségszerű. Ezért nagyon fontos az, hogy a lehető legtöbb emberhez eljusson ez a fajta gondolkodásmód, hogy ma én adok, holnap én kapok. Szekszárdon ezen a héten ez már a második szervezet véradás volt. Hétfőn ugyanis a retro hangulatot megidézve tartottak hasonló eseményt a Tolnai megye székhelyen. Több útszakaszt is javítanak Bonyhádon. A következő héten a körforgalomtól egészen a templom előtti szakaszig már aszfaltozási munkálatokat végeznek a Völcségi városban. Mindezzel párhuzamosan pedig a 6-os számú főút bekötő szakaszának és a Rákóczi utcának a kereszteződésében is dolgoznak a szakemberek az útburkolat javításán, ahol egy jelzőlámpás csomópontot hoznak létre a közlekedés megkönnyítése érdekében. Ugye ez a Forbelgár csomópont az összes közmű kiváltásra kerül. Új házi bekötések lesznek, gázlesű ijesztés, stb. Igazából itt kiszélesedik az út, tehát lesz kanyarodósáv, könnyebb lesz a forgalomnak. Ez a csomópontnak az építése, ami az útépítés része, az valószínűleg csak október vége fele indul el. Egészen novemberig fog ezt tartani, és akkor lesz annak az aszfaltozási munkája, tehát remélhetőleg idén ezt be fogjuk fejezni.
Szeptember második hétvégén a Kultúrái lesz a főszerep Szekszárdon. Rengeteg izgalmas programon vehetnek részt a Művészetek Fesztiváljára kilátogatók. A háromnapos rendezvény keretein belül ingyenes kiállítások, előadások és koncertek várják a Babits Mihály Kulturális Központba érkezőket. Szeptember 9-e és 11-e között rendezik Szekszárdon a Művészetek Fesztiválját, melynek a Babits Mihály Kulturális Központ ad otthont. Előadásokon, kiállításokon és koncerteken is részt vehetnek a kilátogatók. A programsorozat első napján a Megyeri János szobrászművész, a Tolna megyei kötődésű Lázár Ervin egyik legnépszerűbb meséjének, a négyszögletű kerekerdőnek a szereplőit megformáló, életnagyságú figuráit tekinthetik meg az érdeklődők. Tehát az öt projektnek ez a legnagyobb rendezvénye, ami egy háromnapos összművészeti fesztivál. Ennek a programjának az összeállításánál nagyon fontos szempont volt, hogy a megyei értékekre is koncentráljunk, így a három nap során nem csak országosan elismert előadó művészek lesznek, hanem megyei fellépőink is a megye minden részéről. Igyekszünk minden korosztálynak nyújtani valamit, így a gyerekeket céloztuk meg a Lázár Ervin programmal. A háromnapos rendezvényen többek között Grecsó Krisztián, Rutka Róbert és Nyári Krisztián is színpadra áll. Ezen kívül zenés és táncos produkciók is gondoskodnak a jó hangulatról. Fellép még a Kaláka együttes és a Vari Dance, de rendhagyó irodalomórán és filmvetítésen is részt vehetnek az érdeklődők. Ez a fesztivál is most már szervesen illeszkedik abba a folyamatba, amit a megyei közgyűlés, illetve megyevezetése a munkatársakkal közösen immár a második ciklusban készíti. Tehát összesen ez azt jelenti, hogy immár hatodik-hetedik éve csináljuk ezt a folyamatot, aminek az a lényege, hogy a Tolna megyei közösség fejlődése az töretlen legyen, és segítsék egymást a hétköznapi problémák átvészelésében. A fesztivál minden programja ingyenesen megtekinthető. A Kaláka és a Vari Dance előadásaira viszont regisztrációs jegy szükséges, melyet a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában vagy telefonon lehet igényelni. A kormány kiemelt figyelmet fordít a járműiparra. Az ágazat ma már mintegy 25%-kal részesedik a magyar GDP-ből, hangsúlyozta a technológiai és ipari miniszter. Palkovics László kiemelte, a kormánynak nagy felelőssége van a fejlődés fenntartásában. Terveik szerint Magyarország nem csak a gyártásban, hanem a magas szintű innovációban, új technológiák megvalósításában is élen jár majd, mondta a szaktárca vezetője. Megegyezve, hogy a járműipar korszakváltáshoz érkezett, az ágazat jövője komplikált, számos kérdés vár döntésre. Klub délutánnal indult a fél éve a Matthias Corvinus Kollégium szekszárdi képzőközpontjában. Annak érdekében, hogy a középiskolás programban résztvevő fiatalok minél jobban megismerjék egymást, csapatépítő társasjátékokat játszottak. Ravasz leszek, és lehet, hogy nehézkedés, legyetek kíméletlenül őszinték, nyilván nem tudom ellenőrizni a választatokat. Mennyire zavar, hogyha egy játékban veszítesz? Csapatépítő programmal vette kezdetét a Matthias Corvinus Kollégium középiskolás programja Szekszárdon. A fél év első klub délutánjára Győri Zoltán társasjáték tervezőt hívták meg, hogy összekovácsolja a fiatalokat. Játékmesterként vagyok jelen, és az a célom, hogy olyan játékokat hozzak a fiataloknak, ami segít őket közelebb kerülni egymáshoz. Ezek nagyon laza, kötetlen társasjátékok, melyek vagy nem rendelkeznek győzelmi kondícióban, nem nyer senki, hanem az öröm kedvéért játszunk egymással, vagy kifejezetten segítő békés jellegű, békés természetű, egymást közelítő játékok. Bemutatnám veled a következő gyakorlatot, hogyha nincs ellenedre. Autó vagy repülő? Autó. Ennyi lesz a gyakorlat. A társasjáték szó hallatán többen a hagyományos, klasszikus darabokra gondolnak. Ezzel szemben a modernebb típusok már sokkal könnyedebbek, rövidebbek és egyszerűbbek. Nagyon sok kompetenciát fejlesztett, tehát hogy részletesen tudunk menni az adott játék, az most személyes, szociális vagy kognitív fejlesztői területtel rendelkezik, de a legnagyobb ajándéka, ami versenyképessé teszi a digitális játékok mellett, ez az analóg csatlakozás. Az élményem az, hogy egy játékos társammal játszom, és a játék egy puszta eszköz, hogy közelebb kerüljek a másikhoz, vagy esetleg saját magamhoz. A társasjáték mindenkié, mondja a szakértő, hiszen kortól függetlenül szórakozást nyújthat egy 14 évesnek és a nagyszülőknek egyaránt. A cél minden esetben ugyanaz, hogy a résztvevők közben jól érezzék magukat és megismerjék egymást. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Fejlesztési stratégiák, személyi döntések, ülésezett a Baranya megyei közgyűlés.
Szociális rezsitámogatás, bérleti díjkedvezmény, javaslatot fogalmazott meg a pécsi Fidesz frakció. Látványos graffiti Siófokon, a Balaton és a víztorony képe díszíti a vasúti aluljárót. Milyen fejlesztési irányokban gondolkodnak a baranyai városok? Ez is szóba került a megyei közgyűlés ülésén. A most induló EU-s pénzügyi ciklusban az elképzelésekhez kaphatnak támogatást a települések. Ezért fontos, milyen pályázati tervekkel jelentkeznek az önkormányzatok. Új alelnökkel vágnak ki a következő időszaknak Baranya, erről szintén döntöttek, mint ahogy arról is, meghosszabbítják a fejlesztési biztos mandátumát. Marad a Baranya megyei önkormányzat fejlesztési biztosa Kővári János, erről is döntött a megyei közgyűlés csütörtöki ülésén. A politikus Mohács, Komló és Pécs fenntartható fejlesztési stratégiáinak kialakításában működött közre, amelyekkel támogatásokra pályázhatnak a települések. Energetikai korszerűsítés, alternatív energiahasználat, közlekedés, fejlesztés, csapadékvízgazdálkodás és így tovább, számtalan ilyen terület van. Ezek a stratégiák ma elkészültek és elfogadásra kerültek, és a megyei közgyűlés most arra adott további 4 havi megbízást, hogy addig, amíg az irányítóhatóság is elfogadja a stratégiákat, illetve reménységünk szerint jövőre valamikor elindulnak majd a projektkiírások is, addig még azokat a kérdéseket, amik eddig nem tisztázottak, azokat tudjuk tisztázni. Ilyen például a pécsi közoktatási intézmények korszerűsítése, amire áldozni kell, mondja Kővári János. A fejlesztési források az EU most indult 7 éves pénzügyi ciklusában érhetők el, ha sikerül ezekről megállapodni. Baranya megyének jelentős összeg juthat. Elindul a következő 7 éves nagy uniós fejlesztési időszak, melynek keretében több mint 90 milliárd forint fog reményeink szerint Baranya megyébe érkezni, és azt szeretnénk, hogyha a megye települései arányosan Kelet és Nyugat-Baranyából is hozzá tudnának férni ezekhez a forrásokhoz. Egy korábbi negatív tapasztalatból okulva javasoltam, hogy legyen még egy alelnöke a közgyűlésnek. Mivel korábban a kelet-baranyai rész, amely amúgy is fejlettebb, könnyebben és gyorsabban jutott a fejlesztési forrásokhoz, mint az elmaradottabb nyugat-baranyai rész, mondta az elnök. Ezért választott a testület még egy alelnököt, aki segítheti a megye nyugati részének esélyeit, jobb felzárkózását. A képviselők döntése alapján Junácski András tölti be ezt az alelnöki posztot mostantól a megyei közgyűlésben. Segíteni a kiszolgáltatott rétegeket a rezsijárak kifizetésében a pécsi Fidesz frakció. Javaslatuk szerint szociális alapon kaphatnának támogatást a rászorulók. A családok mellett a vállalkozások terheit is csökkentenék. Az elképzelésekről hamarosan egyeztetnek a baloldali frakciókkal. Javaslatot fogalmazott meg a pécsi Fidesz frakció szociális rezsitámogatásra és bérleti díjkedvezmény bevezetésére, az energiaválság hatásainak mérséklésére. Erről számolt be Csizmadia Péter csütörtökön. Az átlagfogyasztás feletti rész esetén, tehát azokra, akik az átlagfogyasztás felett kénytelenek fizetni a gázfogyasztás után rezsit, havonta legfeljebb 15 000 forint támogatásban részesítse az önkormányzat, áramfogyasztás esetén pedig szintén ebben az esetben, hogy amennyiben túllógnak az átlagfogyasztáson, akkor 5000 forint havi rezsi támogatást nyújtson az önkormányzat a részükre. Az állandó pécsi lakcímmel és ténylegesen itt élők részesülhetnének ebben a javaslat szerint. Közülük is azok, akik különösen kitettek az energiaárak növekedésének. Mi az egyedül élőket gondoljuk, ahol gyakorlatilag nincs más a közvetlen háztartásban, aki hozzá tudna járulni a létfenntartáshoz. Ezen kívül a gyermeküket vagy gyermekeiket egyedül nevelőkre, hiszen itt szintén csak egy egykeresős és egyszülős modellről, ha beszélünk, akkor azt gondolom, hogy mindenki egyetért abban, hogy ez extra kihívást jelent annak a szülőnek, aki egyedül neveli a gyermekét vagy a gyermekeit. Illetőleg a nagycsaládosok esetén, ahol 4 vagy több gyermeket nevelnek a szülők. Fontos kitétel még, hogy az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 115 000 forintot. A támogatás október 1-től jövő év április 30-áig lenne biztosítva. Az egyéni vállalkozókat, mikro- és kisvállalkozásokat is segítenék, akik az önkormányzattól bérelnek üzlet vagy irodahelyiséget Pécsett, a fűtési szezonban 50%-kal olcsóbban kaphatnák meg azt,
azt a Fidesz javaslata szerint. Csizmadia Péter kérdésre válaszolva elmondta, hogy a támogatás mértéke 100 millió forintot tesz ki számításaik szerint. Ezt az összeget szerinte tudja biztosítani a város. A javaslatokról jövő héten egyeztetnek a baloldali városvezetéssel. A Balaton és a siófoki víztorony grafikája is díszíti ezentúl a siófoki vasútállomás aluljáróját. Fonyód, Balatonfenyves, Balatonlelle után ebbe a városba is ellátogatott a Tárnoki Művészeti Egyesület, hogy hangulatossá varázsolják a kopár aluljárót. A munkák egy hétig tartottak. Nem maradt egy haverunknak a neve. Az utolsó ecsetvonások a siófoki aluljáróban. 1200 négyzetméternyi felületet varázsoltak újjá a tárnoki művészek. A munkákhoz szükséges festéket és szerszámokat a MÁV biztosította, a többi költséget önerőből az Egyesület finanszírozta. Pénteken jöttünk, most megyünk haza, és még nincs kész. Pénteken még le kell jönnünk, mert van egy ilyen bevonó réteg, olyasmi, mint a lak, az a hivatalos neve, vagy graffiti mentesítő. Kicsit vicces pont velünk. És azzal, hogyha lekenjük, akkor utána nem tudják majd összefirkálni. Igen? Nyilván, de a mechanikai sérülések ellen nem védes sem. Most, ha valaki ide jön egy kalapáccsal, és neki esik a falnak, azzal nem tudunk mit kezdeni. De effektív a firkálásoktól megvédi, le lehet utána mosni. Az Egyesület 2013-ban alakult, és azóta számos köztéri épületet varázsoltak hangulatossá művészetükkel. Szeretnénk, hogyha az emberek, akik itt közlekednek, használják az aluljárókat, jól éreznék magukat. Igazából ennyi van benne. Nincs ilyen különösebb, hát most ez egy hitvallás, és akkor mindenhol legyen ilyen. Mi ezt szeretnénk. Azt szeretnénk, hogyha sok helyen a helyiek ugyanezt mondjuk átgondolnák, és megpróbálnák ők is ezt megcsinálni. Az aluljáróban közlekedőknek elnyerte tetszését a megújult falfelület. Nagyon szép. Nekem nagyon tetszik. Ágner Lászlóné és férje hetente többször is járnak erre. Szekszárdról érkeznek és bejárják a Balaton környékét is. Sokkal jobb. Sokkal jobb, mert így, hogy is mondjam, igazodik a Balatonhoz. Én szerintem. Hogy aztán jól csinálom, jól mondom, mert azt nem tudom, de én szerintem igen. Az Egyesület a Dél-Balatonon még szeretne néhány vasúti aluljárót újjávarázsolni. A legközelebbi alkotás várhatóan Szántódon készül majd el. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Takarékossági intézkedésekről döntöttek Tamásiban, nagy változások lesznek a településen. Ülésezett a Völcségi Kistérségi Társulás, új alelnököt választott a testület. Civilek adtak vért, hetedik alkalommal szervezték meg a jótékonysági akciót. Szekszárdi Művészetek Fesztiválja, koncertek és kulturális programok várják az érdeklődőket. Szombaton a péntekhez hasonlóan kelet felé vonul a csapadékmező és annak felhőzete. Délelőtt még borús idő lesz esőkkel, zivatarokkal, majd délután gomolyos felhőzet melletti, változó napsütésre fordul az időjárás. Vasárnap tovább erősödhet az északnyugati szél, emellett változóan napos és erősebben gomoly felhős időszakok váltakoznak. Hétfőn túlnyomó részt már napos idő a valószínűbb, lecsökken a csapadékhajlam. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!